Rózsa nyugdíjas klub tagjai. A klub konyból érkezett hozzánk, vezetőjük Horváth Tiha mérné. 27 éve alakultak, 1986-ban. Jelenlegi taglétszámuk 68 fő. Verssel és énekkel készültek a mai napra. Fogadják őket sok szeretettel. Kedves vendégek! Igaz, hogy holnap aratunk, de én ma szeretném az aratási verset elmondani. Bálint Dánielnek az aratási versét. Suhog a kasza, zizeg a tarló, asszonyi kezekben kapod már a sarló. Rendre fekszik most a büszke gabona, jajszavával elnyomja az arató dala. Kévébe kötik most a sok szalmát, kezdve hordani a sok legény lány fárad. Nyüzsög most a határ, minden életre kér, karavánnak tűnik a sok lőcsös szekér. Forró nap sugarán az arató elfárad, mégis üresek a hűvös parasztházak. Bezzeg a szérük, most csak úgy zsibognak. Szorgos férfi kezek nagy kazlakat raknak. Hatalmas kazlak lettek, nagyobb, mint a ház. Unokának a nagypapa eligen magyaráz. Jön majd a cséplőgép, zakatolva nagyot, az rázza ki a kalászból a magot. Szürkületi alkony vet a munkának véget, hazafelé látni a sok munkás népet. De megcsal a szemem, nem is hazamenne, falunak főtjerén, ime egybe gyülekezne. Nagy a fénye adja nekik a világot, középre egy legény, s nagyot kiáltó. Dolgoztunk eleget, a munkának vége, az aratóbálba dalunk szálljon az égbe. Előkerül a jóbor, és még néhány falat, az öregek isznak, a fiatalság mulat. Jókedvel zárul a fárasztó napjuk, haza kéne menni, szól most az anyjuk. Hazaballag mindenki, pihenni is kell, holnap is aratás, jövünk szilba, korán kelünk fel. Mi vagyunk a híres konyi kis nyugdíjasok, örülünk, hogy együtt töltjük ezt a szép napot. Eldobunk egy szép nótát, hallgassátok meg, majd a végén, hogyha tetszik, tapsoljátok meg. Boldogságban szeretnék még élni éveket, ha az ember azt akarja, boldog is lehet.
díjas klubba igyekszünk.